Szervusz Bundi, először is gratulálni szeretnék a Ferencváros elleni döntetlenhez, illetve a jó játékothoz. Milyen volt belülről az a meccs, egy pár szóban mondd el, légy szíves, és aztán rátérünk az Eger elleni mérkőzésre is. Sziasztok, köszönjük szépen a gratulációt, és hát kemény kis meccs volt, ugyebár a Fradinak hiányzott több kulcsembere is, de így is nehéz volt ellenük játszani, és nagyon örülünk annak a döntetlennek, mert a lelkünknek ez nagyon jót tett. Ugye a továbbiakban, hogy ha úgy alakul a sorsunk, és ha összetalálkoznánk még a döntőbe remélhetőleg, akkor egy kis plusszal jöttünk ki ebből a meccsből, hogy legalább pontot tudtunk szerezni a Fradi ellen. Ez így van, ezzel én is egyetértek. Holnap viszont már megy tovább a bajnokság, Eger a következő összecsapás. Ugye őszi fordulóba tőlük szenvedtük el az egyetlen olyan vereséget, ami nem hiányzott, ami esetleg kötelező győzelemként volt betervezve. Most volt 2,5 nap szünet, te már voltál a tornateremben, hogy érzed, milyen a csapat? Azt érzem, hogy egész jó a csapat, tehát jót tett nekünk ez a 2,5 nap pihenő. Minden esetre egy kemény meccsre számítok oda kintek erről, mert ők is megérezték a vérszagot itt a kondorosén, hogy meg tudnak minket verni. És ezt szeretnénk elkerülni, hogy ne legyen ebből úgymond vérszag, tehát mindenféleképpen a 3 pontért utazunk Egerbe, és szeretnénk őket legyőzni utána hazai medencében. Neked többé-kevésbé hazai pálya is az Egri úszoda. Hány évet játszottál ott? Hát 10 évet játszottam ott, és hát hazai pálya, csak viszont ebben az utában én nem játszottam, mert azóta felújították, tehát mindenféleképpen várom ezt a találkozót, mert ez egy különleges dolog lesz számomra is, meg szerint az egész csapatnak, hogy nyitott úszodában játszunk a Bárányban, tehát különleges hangot az úszodában, és hát szeretnénk mindenféleképpen 3 pontot hazahozni Budapestre. Így legyen, köszönjük szépen. Köszönöm.